Mi azért készítettük ezt a felmérést, hogy picit tisztábban lássuk, és a fenntartókat is próbáljuk tájékoztatni az irányba, hogy nem lesz egyszerű, valószínűleg, ha mostani adatok érvényesek lesznek nagyjából január elején is, nem lesz egyszerű az évkezdés fel kell készülni arra, hogy lesznek olyan intézmények, óvodáktól egészen a középiskola végéig, akik a feladatellátásban nagyon nehezen fognak tudni elindulni, ha ugyanazt szeretnék csinálni, mint eddig. 1522 intézmény küldte vissza a leveleket, vagy az adatokat, és ebből az derül ki, hogy nagyjából ez körülbelül az intézményeknek a harmad, ami úgy számolunk, hogy nagyjából 3.300 pedagógus van, aki úgy tűnik, hogy nem fog élni a lehetőséggel. Ez országos szinten azt jelenti, hogy nagyjából 10.000-es 10 nagyságrendet lehet tippelni, és hogyha figyelembe veszük azt, hogy a egyéb más munkakörökben a közül is 2.000-en a mi felmérésünk szerint, tehát nagyjából ezek szerint 5-6.000-en, akkor hát ez egy aggasztóan nagy szám. Ha nézzük itt a térségünket, megyénket, akkor itt milyen számok jöttek most vissza a felmérésből? 103 intézmény küldte vissza az adatokat, és az derül ki, hogy körülbelül 350 olyan pedagógus van a rendszerbe, szintén óvodától a középiskola végéig, akik egyelőre még nem oltottak, és közülük 200 az, tehát nagyjából itt is az eddig nem oltottaknak nagyjából a 60%-a az, aki úgy tűnik, hogy nem is nagyon szeretné felvenni az oltást. Én azt gondolom, hogy a mi régiónk átoltottsága egyébként alapvetően nagyobb, mint összességében az országé, de itt is lehetnek feladatellátási nehézségek. Elsősorban olyan helyeken, ahol egy kisebb létszámú tantestületből fog elmenni egy vagy két kolléga, akárha gondolhatunk itt egy általános iskolai tanítóra, aki első osztályba tanít, vagy, vagy másodikban, mindegy is alsó tagozaton elmegy, az órák döntő többségét, eddig ő tartotta, tehát az ő helyettesítését nagyon nehéz lesz megoldani, figyelembe véve, hogy az utcán nem nagyon van olyan pedagógus jelölt, aki alig várná, hogy óvodába vagy iskolába elhelyezkedjen pedagógusként. Ugye említette, hogy nagyon nehéz lesz megoldani ezeknek a pedagógusoknak a helyettesítését. Készülnek már rá az iskolák? Ezek az iskolák már egy olyan tervel árnak neki a januárnak, hogy hogy lehet ezt megoldani, illetve hogy lehet tulajdonképpen akár egy kisebb iskolába, ha két-három pedagógus kiesik, akkor az már komoly, komoly gondot tud okozni? Egyértelműen komoly gondot okozni. Biztos vagyok benne, hogy minden igazgató kollégám most annak függvényében, hogy ő neki milyen információi vannak a pedagógusairól, elkezdte már a szervezést, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Egészen biztos az, hogy vannak, akik sokkal nehezebb helyzetben vannak, tehát például nálunk három ilyen kolléga ez várhatóan. Megkezdtük azt, hogy hogyan lehet csoportokat esetleg összevonni. Megnéztük azt is, hogy esetlegesen nem régiben nyugdíjba vonult kollégákat be -e vonni. Ennek bizony feltétele is van, hogy a mostani óradíjakat, amelyeket nekik lehet fizetni a tankerület részéről, azok lényegesen emelkedjenek fel, és erre van is valamiféle ígéret és elképzelés a központ részéről is. Egészen biztos, hogy meg lehet nézni azt is, hogyha valaki tanfelügyeleti munkába vett részt, esetlegesen az oktatási hivatallal beszélni kell, hogy mennyire ebben a mostani tényleg veszélyes helyzetben, ami veszélyezteti akár a feladat ellátását is, hogy ki lehetne vonni most időlegesen erre a fél évre a munkából, és esetlegesen iskolai feladatokat többet tudna vállalni. Tehát biztos, hogy mindenkinek jár az agya, fenntartónak, intézményeknek, hogy hogyan lehet biztonságosan elkezdeni majd a 2022-es évet. Ugye arról beszélünk, hogy ha valaki nincs oltva, akkor, akkor lép a pedagógusok körében ezért életbe, hogy, hogy ő nem taníthat januártól. Ez vonatkozik azokra is, akik esetleg betegség után vannak, és még nem kaphatnak oltást, vagy elvégeztek egy vizsgálatot, hogy van ellenanyaguk, vagy csak azokra vonatkozik, akik nem kaptak oltást? A rendelet viszonylag egyértelműen fogalmaz, és megmondja a kivételeket is. Tehát itt oltási kötelezettség van, kivéve természetesen azoknak, akiknek van olyan orvosi szakvéleményük, amiatt akár a krónikus betegség, akár egy friss betegségre való ráoltás az veszélyes lenne, őnekik majd időlegesen később kell ezeket beszerezni, illetve akinek olyan szakvélemény van, hogy nem kaphat oltást egyáltalán, őnek nyilván nem lesz ilyen oltási kötelezettsége, de alapvetően a pedagógusok döntő többségére és az egyéb foglalkoztatók döntő többségére oltási kötelezettséget ír elő rendelet. Mi a hivatalos eljárás Tehát, hogyha van egy pedagógus, aki nem is szeretné felvenni a, a koronavírus elleni védőoltást, nem is rendelkezik orvosi szakvéleménnyel, akkor a munkáltató az iskolának mi az eljárása ebben az esetben? December 15-e az első határidő, eddig kell felvenni a védőoltást. Ha ez nem történik meg, akkor még egy ízben az intézmények vezetői 15 napra felszólítják a pedagógusokat, hogy vegyék magukhoz az oltást, december 30-án jár le, és utána lép életbe az a szabály, hogy akkor fizetés nélküli szabadságra kell menni. Egész addig fizetés nélküli szabadságon kell lenni, ameddig az oltást fel nem vette, ha ez egy éven belül nem történik meg, akkor pedig megszűnik a munkaviszony.